Dr. Kovács Zoltán államtitkárral téten készített riportból kiderült, hamarosan kétszer két sávon közlekedhetünk Győr és Pápa között. A politikus felhívta a figyelmet, fejlesztések történnek a Balaton jobb megközelíthetősége érdekében. A Rábaközélk által jól ismert Veszprém és Balatonalmádi közötti utat is felújítják. M83-asról néhány szót. Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő nemrégiben nyilatkozta Rábaközi televíziónak, hogy most már jó úton halad a Győr és Pápa közti kétszer kétsávos gyorsforgalmi útépítése. Meg tudja erősíteni? Én szeretnék már jó úton haladni, hiszen én hetenként többször megyek ezen az úton. Azt kell mondjam, hogy valóban maga a 83-as útnak a megvalósításához ilyen közel még sosem voltunk. Ugye eredetileg úgy indult ez az egész, hogy 11,5 tonnás bővítéssel, kanyarívek levágásával egy útkorszerűsítés, mint az első 6 kilométer körülbelül úgy nézett volna ki a pálya Győr és Pápa között. Ennél nagyobbat álmodtunk, ennek van két része is, az egyik az, hogy a pápai reptér az jelentősen korszerűsödik, ott van egy úgynevezett NATO bázis, van, ahol ez egy szállító, légiszállító képességet jelent, de sok esetben teherautókkal szállítják a szállítani valókat, és onnan tovább légiúton. Tehát a bővítés az a kétszer két sávra került előtérbe, ez át kellett tervezni az egészet, új nyomvonalat kellett kijelölni, új környezetvédelmi engedélyek kellenek, tehát ez azért hosszú időt vett igénybe. A 2018-as esztendőben elindul ez a beruházás, és hát a mi reményeink szerint 2020-21-re véglegesen be is fejeződik. Ez gyakorlatilag majdnem egy autópályát jelent, kétszer két sávval, térelválasztóval, hat helyen eltolt szintű, tehát nem szintbeli kereszteződéssel, település megközelítésekkel. A pénzkeret az kijelölésre került, az előzetes pénz 15 milliárd forint az induláshoz, a Győr felőli oldalon már megvan, úgyhogy reménykedünk abban, hogy ez a rossz vonalvezetésű, több esetben letöredezett, rossz állapotban lévő út későbbiekben már csak a két település közti forgalmat, mezőgazdasági forgalmat bonyolít, és a településeken kívül egyeztetve a lakókkal, polgármesterekkel egy normális kétszer kétsávos út fog haladni. Ugye a Rábaközélyek nagyon szeretnek a Balatonra utazni, Füred, Csopak, főleg erről a részről, ugye 90-100 kilométer innét. Pápától Füredig például, a Csopakig lesz-e valamilyen útjavítás, útfelújítás, hiszen Farkasgyepünk keresztül, a Bakonyon keresztül elég vadregényes most jelenleg az utazás. Az, szerintem az ország egyik legszebb útja. Az is igaz, az én megítélésem de mondjuk, szerint, hogy biztonságosabb legyen. Ott például a legrosszabb szakaszok feljavításra kerültek az elmúlt esztendőkben. Ugyanilyen kétszer két sáv az nem elképzelhető a közeli 5-10 évben az én megítélésem szerint, hiszen nincs akkora forgalom, mint mondjuk Győr és Pápa között. A Veszprém megyei Balatonpartot megközelítő útok, az Almádi út lesz felújítva a Megyehegy és Szentkirályszabadja között. A Füred környéki útak már az elmúlt években felújításra kerültek, akár az Arácsi útra gondolunk, mondjuk a önkérdezett Balatonfüreden. A Veszprémből kivezető kétszer két sáv felújításra került. A 8-as pedig ugye Herendig már dupla sávon közlekedhető. Annak lesz egy újabb korszerűsítése egy rövid szakaszon, és hát folytatni kellene, hiszen az ország egyik legintenzívebben járt főforgalmi útja, ugyanazt, hogy Herentől haladunk Ajka János háza és az ország határ fele. Az én ismereteim szerint most a osztrák határ és Körmend között kerül előtérbe a kétszer két sávosítás, hiszen a határforgalom rendkívül jelentős a település és Grácz között. És illetve Veszprémnek a Balaton keleti partszakaszát megkerülve elérni a hetes utat, ez van elképzelés, hogy éppen az ország belsejébe Veszprémtől? A 710-es ugye eddig visszakötött akaratjára, az most közvetlenül be lesz kötve az M7-esbe. Tehát a 710-es elkerülő nem megy be a Molkuthoz akaratjára, azzal ott nem lassítja le az egész forgalmi rendszert, hanem közvetlenül közelíthető meg, nem szintbeli kereszteződésként az M7-es. Ugye Tét nem messze van Pápától, mennyire ismerős önnek a terep, a terület? Tehát járt-e a városban, vannak-e kapcsolatai, ismeretsége? Hát itt is néhány ember úgy köszöntött engem, hogy szervusz. Ez a régmúlt ismerettségéből fakad. A
az az igazság, hogy a itt levő sokurói nagy céget, cégvezetőjét, Majsa urat ismertem. Vele voltunk kapcsolatban, hiszen autóipari beszállító cég volt. Korábban még ismertem a Téti szövetkezetnek a vezetőségéből néhány embert, és hát a foci révén, a sport révén több mindenki emlékezett rá, sőt még ügyvéd koromból volt Téti ügyfelem is. Köszönöm, államtitkár úr!